A szociális és gyermekvédelmi intézmények hatósági nyilvántartásával kapcsolatos változás azt jelenti, hogy azok az adatok, azok a hatósági bejegyzések, amelyek jelenleg papír alapon történnek, azoknak az elektronizálása következik be a következő időben. Ez kerül a parlament elé jóváhagyásra, tekintettel arra, hogy ezeket a papír alapú nyilvántartási adatokat nagyon nehéz javítani. Ugye az egyszerűsítési program keretében már a lakosság felé történtek egyszerűsítések, ez most inkább az intézmények felé egy egyszerűsítési lehetőség, mert a hatósági nyilvántartással, ami közhiteles nyilvántartás is lesz, lehetővé válik, hogy egyszerűbb módon és átláthatóbban kerüljenek ezek a nyilvántartások átvezetésre. Például, hogyha egy intézménynek több telephelye van, ebben az esetben automatikusan tud a nyilvántartásban az adat megváltozni, mert nem kell külön papír alapon meghozni a határozatot, hanem a változásokat elektronikus úton azonnal lehet nyomon követni, és számos olyan nehézséget, ami abból adódik, hogy egy hatósági nyilvántartásnak a papír alapon történő kezelését később kell módosítani, ezeknek a hibáknak a lehetőségét fogja kiküszöbölni az a jelenlegi szabály, ami alapján ez a közhiteles nyilvántartás létrejön.